Végső búcsú dr. Kastyák Jánostól, a volt rendőrkapitány, ügyvéd, kuratóriumi elnök sokat tett a közösségért. Ford és IFA ütközött, egy biztonsági kamera felvétele is segített tisztázni a történteket. Jótékony várisok, a cukrász és pék tanulók lepték meg a halasi mentősöket. Bozsik program, 3 település, 4 sport egyesülete versengett Halason. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hír összefoglalóját látják. Ma kísérték utolsó útjára dr. Kastyák Jánost, Kiskunhalas volt rendőrkapitányát. Az új református temetőben vettek tőle búcsút családtagjai, barátai, tisztelői. Dr. Kastyák János a rendőri pályát követően sikeres ügyvédként dolgozott. Alapító tagja volt több halasi civil szervezetnek, sportklubnak, valamint állandó kezdeményezője volt a Semmelweis Kórház és az ott ápolt betegek javát, gyógyulását szolgáló alapítványi gyűjtésnek is. A temetési szertartás előtt dél és 2 óra között volt lehetősége a tisztelőknek, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, hogy elbúcsúzzanak dr. Kastyák Jánostól. Az elhunyt örök nyugalomba helyezése szűk családi körben történt. A hozzátartozó kérése az volt, hogy az érvényben lévő járványügyi rendelkezések figyelembevétele mellett vegyen mindenki búcsút szeretett halottjuktól, aki a végsőkig bízott, hogy legyőzi a betegséget. Egy újabb küzdelem kezdődött. Egy keserves versenyfutás. De voltak alternatívák. És voltak Astyák, ahogy ő nevezte magát, aki nem adta fel. Az orvostudománya maga eszközeivel, orvosaival és a beteg küzdött hónapokon keresztül. A 67 éves korában elhunyt dr. Kastyák Jánostól, Kiskunhalas volt rendőrkapitányától, Barabás László ezekkel a szavakkal búcsúzotta az utolsó út megtétele előtt. Nehéz elfogadni a tényt, hogy a vitalitással, energiával, élni akarással vibráló Jani nincs már közöttünk, nem vagy már velünk. Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Barátom, örök életű maradsz. Életed utolsó 2 éveben keményen küzdöttél, de már nem lehet. Most öleljen át a csend és a szeretet. Hiszem azt, hogy mi még találkozunk valahol fent a végtelen messzeségbe. Bízok benne, hogy a mennybe. Nyugodj békében. A sírhelynél dr. Vaslóczky Ferenc kiskunhalas rendőrkapitánya idézte fel dr. Kastyák János szerte ágazó munkásságát, a közösségért végzett példás tevékenységét. A kérdés feltéve, hogy mit üzen a 21. század rendőrének dr. Kastyák János kapitányság vezető életműve, aki egyszerűen volt elismert, méltán ismert rendőri vezető, felkészült jogi szakember, és Kiskunhalas városát odaadóan szolgáló polgár. Számomra és számunkra, bajtársai számára, az ő életének üzenete, eszenciája, a munkásságának lényege, a tudás, a megújulás és a szolgálat, amelyel hiszem, hogy messze kortársai előtt járt. Dr. Kastyák Jánost a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság és a Kiskunhalasi rendőrkapitányság saját halottjának tekinti. Tisztelt kapitányom, kedves János! Végső nyughelyed itt fekszik tőlünk karjutásnyira, kapitányság székhelyétől. És ennek apropóján kérlek, engedd meg, hogy búcsúzóul egy különösen és ideillő idézettel köszönjek el tőled. Ratko József, mégiscsak ők. Mégiscsak ők tartják a földet, drága halottaink. Ház épül rájuk, tartanak falat, falut, hazát. És jövőnk, ha van, ők cipelik, még 1000 éven át. Nyugodj békében, barátom. Dr. Kastyák Jánost szirénával búcsúztatták el a díszőrséget álló rendőrök.
További felvételek a híradót követő napi mozaikban lesznek láthatók. Senki sem sérült meg abban a balesetben, mely szerdán délelőtt történt Kiskunhalason a Bajcsi-Zsilinszky utcában. A helyszíni információk szerint egy Ford haladt a Szabadság tér felől, amikor az IFA előzni kezdte. A személyautó sofőrje viszont balra szeretett volna kanyarodni, eközben a két jármű összeütközött. A helyszínelés során az egyik házon lévő kamera felvételének megtekintése után a körülmények tisztán látszottak. Mint megtudtuk, a Ford vezetője helyszíni bírságot kapott. A mai napsütés senkit ne csapjon be, a hétvégén már mínusz fokokra lehet számítani. A lejegesedett utakon ilyenkor megszaporodnak a balesetek. Fontos, hogy a gépjárművek megfelelő állapotban legyenek. A kopott gumik, a rosszul működő fékberendezések előbb-utóbb balesethez vezetnek. A szakemberek a látni és látszani elv betartását kérik minden közlekedőtől, ugyanilyen fontos a megfelelő gumiabroncsok használata. Az úgynevezett 4 évszakos gumik nem minden időjárási körülménynél garantálják a megfelelő tapadást. Oda kell figyelni a közutakon tapasztalható páralecsapódásokra, jegesedésekre is. Így, ahol nyáron még 60-nal hajthattunk, most már jóval kisebb sebességet kell alkalmazni. Ezzel a témával foglalkozik részletesebben a Beszéljünk róla magazin ma este 7:30-kor kezdődő adása. Ismét jótékonykodtak a Vári Szabó István szakképző iskola diákjai. Szakoktatóik vezetésével a cukrász és pék tanulók sütöttek kiflit, valamint tea süteményt a kiskunhalasi mentőállomás dolgozóinak. A finomságokat aztán személyesen adták át a szolgálatban lévőknek. Nagy volt a sürgős forgás a Vári Szabó István szakképző iskola tankonyhájában. A diákok szakoktatóik vezetésével újabb jótékonysági akcióban vettek részt. A kiskunhalasi mentőállomás dolgozóinak készítettek péksüteményeket, édességeket. Az egyik kezdeményező Lucska Jemese volt. Teljes kiflit készítettünk, illetve a cukrászok cukrászsüteményeket, olyanokat, amelyek azért nem muszáj rögtön elfogyasztani, mert egy kicsit tartósabbak, hogy esetleg több napig is tudják élvezni azok, akik fogják kapni. Eléggé megmozdult a világ most. Kiskunhalas is megmozdult ebben az irányban, hogy egy kicsit valamilyen módon mutassuk ki azt, hogy tényleg hálásak vagyunk azoknak, akik próbálnak minél jobban segíteni bennünket, megmenteni bennünket ebbe a jelenlegi helyzetben. A diákokat sem kellett külön motiválni, szívesen jöttek és segítettek. Helik Bence azt mondja, nem ez volt az első alkalom, hogy osztálytársaival részt vett ilyen akcióban. Néó teljesüteményt csináltunk az osztálytársaimmal, és azért tartottuk ezt fontosnak, mert a mentősök ugyanolyan fontosak, mint a kórházi ellátók. Rövid csomagolás és pakolás után a halasi mentőállomáshoz indult a kis küldöttség. A meglepetésnek nagyon örültek azok, akik éppen szolgálatban voltak. A mai napon a cukrász, illetve a fék tanulóinkkal azt gondoltuk, hogy önöknek kedveskednénk egy kicsit, mert nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, és azt gondolom, hogy ott vannak a frontvonalban, úgyhogy nem nagy dolog, de fogyasszák egészséggel, és nagyon nagy szeretettel hoztuk önöknek. Úgyhogy... Erre nem tudunk más mondani, csak azt, hogy nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük a munkáit. Tartsa meg a szokásokat sokáig. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek. Mindenféle betegség nélkül vészeljék át. Hát, és viszont kívánjuk. Szabó Edina igazgatónő szerint ebben az időszakban is számíthatunk a mentők segítségére. Ezelőtt a kórházi dolgozókat leptük meg, most pedig a mentősöket, hiszen semmi, de semmi különbség azzal kapcsolatban, hogy ők vannak ott, ők találkoznak először a betegekkel, és amit még egyszer hangsúlyoznék, hogy bármelyikünkkel bárki, bármi történik, rájuk számíthatunk. Meghosszabbítják a lejárt okmányok érvényességét, közölte a miniszterelnökség. Ezzel is szeretnék mérsékelni a személyes találkozások számát. A november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, melyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, vagyis március 11 és július 3-a között jártak le, de akkor meghosszabbította a kormány az érvényességüket. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, azokat külföldön nem fogadják el.
A rendelet nem vonatkozik a 2020. július 3-a és november 4-e között lejárt okmányokra, így azokat meg kell hosszabbítani. Mint ahogy már jeleztük is, a kormány ablakokban és az okmányi irodákban kizárólag előzetes időpont foglalást követően lehet jelenleg ügyeket intézni. A parlament tegnap 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, mely új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti és az eddiginél kedvezőbbé teszi az adózási rendszert, így jövő januártól 3 szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása. Ezek az őstermelők családi gazdaságai és a családi mezőgazdasági társaságok. Az egyes működési formákról és adózásukról bővebb információt a Kamara internetes oldalán találhatnak. A szabadtéri idény utolsó bozsik programját rendezték a Bundzsák sportközpontban a hétvégén. A ködös párás novemberi időpont az U11-es és U13-as korosztályt szólította meg. A srácok mit sem törődve a kellemetlen hűvös széllel egész délelőtt önfeledten rúgták a gólokat az edzők nagy-nagy örömére. 3 település 4 sportegyesületének csapatai gyülekeztek a 2020-as esztendő utolsó szabadtéri bozsik programjának helyszínén. Mai játéknapon az U11-es és az U13-as korosztály fog megmérkőzni, hiszen itt ez az 5. tornánk idén, záróforduló, és egy kicsit különleges a helyzet, hiszen ebben a vírus időszakban az MLS az egyesületekre bízta a rendezés, illetve a részvételi lehetőséget. Miért döntöttetek úgy, hogy megrendezzetek ezt az utolsó tornát idén? Úgy gondoltuk, hogy mi a járványügyi szabályoknak maximálisan eleget tudunk tenni, illetve azon múlott, hogy meg tudjuk rendezni a mai tornánkat, hogy az egyesületek részt kívánnak-e venni. A záró rendezvényen a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője is jelen volt. Szenzációs a helyszín, ugye gyönyörűek a pályák. Itt mindig jól előkészültek is, tehát akárhányszor ide érek, hogyha a fesztivál torna előtt érkezek, akkor is már a pályák megfelelő minőségben elő vannak készítve. Ugye ügyelnek az apróságokra, hogy folyamatosan mindenki legyen írva, sorsolástól kezdve, ugye most itt a koronavírus járvány miatt az egészségvédelmi protokoll, illetve ezeket a szabályozásokat mindig tökéletesen be is tartják. A főszereplők természetesen a srácok voltak, akik örömmel fociztak idén utoljára a bozsik forduló keretében. Itt a bozsiknál annyira nem nincs akkora tétje, mint egy bajnokinál. Hát mert a bajnokinál már nehezebb csapatok is vannak. Itt a bozsik az inkább olyan, mint egy ilyen gyakorlószerűség. Ez a 3. bozsikom ebben az évben. Sokkal jobb, mert... hogyha van egy meccsed, akkor nagy esélye, egy pár perc múlva következik a második, tehát nem is nagyon tudsz megfázni. És hát igazából én szeretek járni gyakorolni új cseleket, vagy védekezési formákat esetleg. Megvan az első meccs, ezt lejátszik, és szerintem sokkal több passzal vidámabban játszuk le, így, hogy nincs is tétje, így tényleg itt lehet gyakorolni. A bozsik program szabadtéri szezonja ezzel véget ért, folytatás télen már a tornacsarnokban és a Szilárdi gimnázium buborékjában. Időben szólunk, hogy fel tudjanak készülni a menetrendi változásra. A Volánbusz ZRT tájékoztatása szerint Kiskunhalast is érintik a tervezett módosítások. December 13-ától több járatnál is változik a menetrend. A Kiskunfélegyháza Móricz-Gát Kiskunhalas vonalon Halastról szabad napokon 14 óra 15 perckor Jászszent Lászlóra közlekedő járat 50 perccel korábban és a munkaszüneti napokon közlekedő járat időpontjában 13 óra 25-kor indul. Kiskunhalas és Jászszent László között hétvégén egységes eljutást biztosít. A Baja Felső Szent Iván János halma Kiskunhalas vonalon, a Kiskunhalasról munkanapokon 13 órakor Bajára közlekedő gyorsjárat 90 perccel később 14 óra 30-kor indul, és az útvonalon rendszeresített megállóhelyeken megáll, közölte a Volánbusz. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Végső búcsú dr. Kastyák Jánostól, a volt rendőrkapitány, ügyvéd, kuratóriumi elnök sokat tett a közösségért. Ford és IFA ütközött,
Egy biztonsági kamera felvétele is segített tisztázni a történteket. Jótékony várisok, a cukrász és pék tanulók lepték meg a halasi mentősöket. Bozsik program, 3 település, 4 sport egyesülete versengett Halason. Kedves nézőink, a folytatásban jön az időjárási előrejelzés, majd a napi mozaikban dr. Kastyák János búcsúztatásáról mutatunk további felvételeket. 7:30 kezdődik a Beszéljünk róla magazin, melynek vendége lesz egy gépjárművezető oktató, valamint egy szervízvezető. A téma pedig nem más, mint hogy hogyan készítsük fel járművünket és saját magunkat a megváltozott téli közlekedési viszonyokra. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk, most búcsúzom, viszontlátásra!